Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, itt vagyunk Falaki Szabival. És Nisztor Bendegúzzal. És kedves vendégünkkel, a kedves idegennel, Virovec Annával. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szóval a kedves idegen, ugye itt a tituluson, hát veszengtünk egy kicsikét, hogy most akkor mi lehet a titulus, a jó titulus, van-e titulusod vagy ilyenek, de arra kellett jutunk, hogy igazából a kedves idegen, mint brand alapítója. Igen. Mondhatjuk a kedves idegenre most már, hogy brand. Hát ez nagyon, nagyon hízelgően hangzik, úgyhogy, de abszolút, én ezt örömmel hallom, úgyhogy köszönöm. Figyelj csak, akkor viszont ideje bemutatnunk, hogy mi is a kedves idegen, vagy ki is a kedves idegen, mert hogy az Instagramon indultál te is, ugye? Igen, és most is csak az Instagramon vagyok, uh-huh. Azon túl, hogy az offline világba is kiléptem az erőszakmentes kommunikációs tréninggel. De mint a kedves idegen, igen, az Instagramon vagyok jelen. Na de akkor hogyan definiálnád a kedves idegent, hogy mi a kedves idegen? A kedves idegen az a mai értelmében az az Instagram oldal, ahol mindenki, aki valaha ismerkedett online, vagy éppen ismerkedik online, vagy csak kíváncsi erre az egészen furcsa és számára néha döbbenetes világra, mert soha nem kellett használni a appokat, tud csemegézni mindenféle történet közül, és azt érezheti, hogy nincsen egyedül a problémáival, mm-hmm. hogyha esetleg voltak problémái, és szerencsére így azt hallom többektől, hogy akár tippeket is kaphatnak más történetéből okulva, vagy egy-két erőszakmentes kommunikációs tippet, hogy egy következő helyzetben mondjuk hogy reagáljanak, mit válaszoljanak, vagy mit gondoljanak át, hogy úristen, nekem jó ez a helyzet, vagy hogy én ezt akarom, vagy nem akarom, és akkor hogy kommunikáljam. Uh-huh. Ezért most felmerül bennem a kérdés, hogy amikor ezt megcsináltad, mikor csináltad meg az oldalt? Egyet a 2022 eleje, ugye? 21 október vége. Aha. Tehát most már lassan másfél éve durván. Amikor ezt megcsináltad, akkor mi volt az érzés, hogy miért kell ezt neked megcsinálnod? Milyen hiányt éreztél ezzel kapcsolatban? Volt bennem egy, azt hiszem, egy nagy adag frusztráció, hogy úristen, mennyi borzasztó profil van, és akkor ezeket mind küldözgettem a barátaimnak, akkor együtt röhögtünk, és akkor volt ez, hogy ú, de jó lenne valami, hogy ezt így kitenni, uh-huh. egyszerűen, hogy ne bennem forrongjon. Volt egy ilyen vágy, és aztán az erőszakmentes kommunikációval megfogalmazódott az is, hogy de mindenképp értéket szeretnék adni, hogyha létrehozok valamit, tehát ne egy sokadik oldal legyen, hogy jó, akkor röhögünk a mindenkin, mert az úgy nem nagyon visz előre. Úgyhogy leginkább ez volt, hogy azt vettem észre, hogy még nincsen egy ilyen oldal. És akkor itt egy piaci rés, plusz még én is jól érzem magam közben, élvezem, hogy szerkeszthetem ezeket, kommunikálhatok egy csomó emberrel, megosztják a történeteiket, úgyhogy így rájöttem, hogy én tényleg nagyon élvezek így ilyen beszélgetésekbe belebonyolódni, ahol meg tudok egy kicsit többet mások életéből, és beengednek, bepillantást engednek ebbe. Nagyon érdekes egyébként szemezgetni a magának az Instagram oldalnak, vagy felületnek a bejegyzései, meg vannak ezek a fókuszok, talán úgy hívják, amik itt megjelenítesz. A sztoriban a highlightok, kiemeltek. Köszi, igen, kiemeltek. Igen. Na hát igen, digitális benszülött lennék, de nem annyira mégse. Na szóval, hogy a lényeg az, amit akartam ebből kihozni, hogy nagyon érdekes, és hogy az egész interneten megtalálható kommunikáció az a te felületen is ugyanúgy visszaköszön. Tehát ugye, ha mi kérdezgetünk téged most itt, hogy ki ez a kedves idegen, te ki vagy, de egyébként végignézik egy ilyen highlightot, és ott van, hogy rólam, és akkor melyik az egyik legfontosabb kérdés? Milyen magas vagy? Tehát ezt nem értem. Tehát, hogy... De az egy vicc volt egyébként, szóval azt, aki feltette, az mindig poénkodás miatt, mert hogy pont őt érték ezek a kérdések, hogy na, és te hány centi vagy férfi létedre? Úgyhogy itt ugye ennek volt egy ilyen vicces. Ja, értem. De egyébként ez ilyen kifejezetten párkapcsolati randi app jellegű kérdés, nem? Hogy milyen magas vagy? Ez egy ilyen number one. Igen, ugye nagyon sokan kírják a profilra, hogy 178 vagy 180, ha neked ez ilyen fontos. És akkor érezze magát rosszul egyrészt az, akinek ez fontos, mert hogy azért hát, na, lehet, hogy valakinek ez tényleg fontos, és akkor nem tud ezen túl lendülni, hát akkor ez van, akkor ezzel nincs baj. De igen, úgyhogy... Tessék fejlődni ez ügyben. Szerintem nagyon értem ezeket. Na, már a magasságban? Igen. Azért majd 190-en én megálltam. Jutás, minden reggel, a bordás falat.
Hát egyébként vannak, én úgy tudom, talán pont az Instagram felületen láttam, vannak Kínában egyébként ilyen nyújtószerkezetek, de én ezt nem ajánlom senkinek. Semmiképp. Na, a sztori egyébként, amire utaltál Bendegúz kicsit korábban, az az, hogy ugye nekünk van egy ilyen kis rendszerünk, amiben látjuk, hogy a következő hetekben kik lesznek a vendégek, és akkor jelezte a Bendegúz, hogy hát majd jön a Virovec Anna, és akkor lesz a kedves idegen, és mi ez, ki ez, hogyan, vagy nekem ez nagyon ismerős, és aha, akkor, de honnan? És akkor kérdeztem a páromat, hogy te figyelj, nem vágod? Azt mondja, nem tudom, ez micsoda, nem tudom, és akkor így nézegetjük az Instagram fiát, ja, követjük. Úgyhogy igazából azóta újra átnézegettük a dolgokat, úgyhogy mindent is tudok. Ajaj, de akkor ezek szerint, ez egy tök jó dolog, mert akkor ezek szerint maga a brand, mint olyan tudattalat már akkor működik, hogy akkor már felismered, hogy ugye ez a kedves idegen brand, már ott van, hogy jó, hát én ezt tudom, hát én ezt tudom. majd utána a nevet is összekötöd utána egy ilyen asszociációs játékkal, igen, amit aztán, a rádióban hallasz. Igen, aztán nem tudom, hogy mennyire akarunk ebbe belemenni, de engem az egy kicsit érdekelne a név elemzése. Uh-huh. Tehát, hogy mit is jelent az, hogy valaki kedves? Mit is jelent az ebben a formációban, vagy helyzetben, igen, hogy idegen, és együtt is jelente valami többletet? A névválasztás az onnan is jött, hogy nagyon sokan úgy írják a bemutatkozójukat, hogy szia, kedves idegen. Oh, és amikor elkezdtem agyalni, hogy na, mi legyen az Instagram fiókom neve, akkor felírtam egy csomó lehetőséget, és akkor volt, hogy szia, kedves idegen, stb., már nem is emlékszem, mik voltak, de hogy ez volt a kiindulási alap, és hát és egyébként, ami mögötte van, hogy nyilván itt idegenek vagyunk egymásnak ezen a platformon, de attól meg legyünk kedvesek. Lehetőleg, már a bemutatkozásban is, aztán meg a kommunikációban abszolút, mert hogy nagyon sok olyan példa van, ami döbbenetes, hogy milyen csúnyán beszélnek egymással emberek. Igen, és itt ugye ez az egyik alapja a mai beszélgetésünknek is, ugye nem csak maga az online ismerkedés, az inkább egy másodlagos dolog, de az elsődleges számunkra fontosabb, érdekesebb, ugye az erőszakmentes kommunikáció, vagy röviden ugye EMK. Szóval ez az erőszakmentes kommunikáció egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az asszertivitásra épít, igen, de valahogy mégis külön van, nem? Egy picit talán így a gyökere térel, az EMK-nak az alapja, az ugye Marshall Rosenbergtől származik. Ő hozta létre ezt a nevet, ő találta ki, és neki igazából az volt benne a fő kíváncsiság, hogy hogyan lehet megőrizni így az együttérzésünket, meg az empátiánkat nagyon nehéz helyzetekben. Tehát amikor tényleg így a legrosszabb dolgok megtörténnek az életedben, és mondjuk valaki rátámad az utcán, vagy megvernek az osztálytársaid, és akkor ő már akkor is ezen gondolkozott, hogy vajon ő milyen helyzetben van, hogy ezt megteszi, és valahogy innen indult ki, és hogy utána pedig a kommunikációba ki tudjuk fejezni azt, hogy nekünk mire van szükségünk, vagy éppen milyen érzések dúlnak bennünk, de ez úgy, hogy nem ítélkezünk a másikkal szemben. Úgyhogy itt kell egy, tehát hogy egy, én azt mondom, vagy azt arra jutottam, hogy az EMK az nem egy ilyen kommunikációs módszertan, hanem egy tök nagy szemléletformáló valami, amit, mert hogyha kicsit így átkapcsoljuk, hogy ja, hogy amikor ő így mond nekem valamit, akkor egyébként lehet, hogy ugyanarra vágyik, mint én. Tehát lehet, hogy is gondoskodásra, törődésre és szeretetre vágyik, csak éppen ezt mondjuk, hogy a gyerekeknél nagyon jól lehet látni, hogy amikor azt mondjuk, hogy rosszalkodnak a gyerekek, milyen rossz, közben meg szegény csak így fel akarja hívni magára a figyelmet, hogy itt vagyok, szeressetek már, foglalkozzatok velem. És amikor el tudunk mozdulni abból, hogy már pedig ő hogy beszél velem, és ő, akkor, és átállunk kicsit az ő szemszögébe, akkor ez ott változtat valamin. Igen, és javítsál ki a tévedek, de így végignézve szintva az összes tartalmat, ami született 21 óta, ez volt a tegnap esti szórakozásunk, és egyébként tényleg szórakozás volt a szó nemes értelmében is, mert tényleg nagyon, nagyon vicces tartalmak is vannak, úgyhogy mindenkinek nyilván ajánljuk ezúton is. Azt látom, hogy azért van ezen egy, vagy én ezt éreztem, hogy van egy ilyen fejlődési íve ennek a történetnek, amit te vagy ebben a témakörben. Azt látom, hogy az elején, amikor megszülethetett az a gondolat, hogy akkor legyen a kedves idegen, és akkor legfőképpen egyébként a randi appok és akkor a hasonló ismerkedési
idegenség kezelésére útmutatást adott, és én úgy látom, hogy az elején, és talán még most is ezért visszaköszön, mert hogy roppantú szórakoztató, vannak azok a típusú viszontválaszok, amik nem feltétlenül az erőszakmentes kommunikáció, hanem inkább a szórakoztatás, a vicces, és hogy a lekoptatás, lepattintás. Passzív-agresszív módon. Igen, igen, benne van. És szerintem tökre helye van. És talán, és javítsák, itt ki, ha tévedek, úgy érzem, mintha ez benned fejlődött volna, hogy ennél lehet többet is ebből, és talán ebből jöhetett ki az erőszakmentes kommunikáció gondolata? A fejlődés történetet, vagy azt, hogy igen, van egy evolúciója a posztoknak, azt abszolút én is nemrég visszanéztem, hogy miket válaszoltam akár egy-egy kommentre, és akkor látom, hogy na, hogy igen, azért már finomodtam ebben. De az erőszakmentes kommunikáció előbb volt meg, tehát hogy ez valahogy így a kettő így együtt így gyúródott össze. És hogy ezek a frappáns válaszok, tehát igen, ez itt bennem is néha dúlt ez a kétség, hogy ez nem mindig EMK-s. És hogy, de hogy azért erre nem úgy tekintek, mint egy vallásra, hogy akkor csak így lehet kommunikálni, hanem van, amikor ennek abszolút ez van a helye, de mondjuk vannak olyan rokonok, meg távol ismerősök, akikkel nem biztos, hogy én kapcsolódni szeretnék. Abszolút. De hogy ugye több típusú ember jár mondjuk tréningekre, általában többen azok, akik kevésbé tudnak kiállni magukért még, és sokszor talán többet ad az, amikor meg tudom mondani azt az egy mondatot neked, és nem tiszteletlenül, meg nem udvariatlanul, csak hát én kedvesen megmondom, és akkor utána úgy jó érzéssel megyek haza. De azért az mindig fontos, meg amit én is Rambala Évától tanultam az EMK-t, hogy azt figyeljük, hogy a lelkünk tágul, vagy szűkül. Aha. És ez lehet, hogy kicsit ilyen elvontnak hangzik, de hogy tényleg így legbelülre figyelünk, amikor mondjuk valamit kimondunk, akkor utána azért megvan az az érzés, hogy ha még gondolkozom rajta tök sok ideig, hogy hát lehet, hogy nem ezt kellett volna mondani, akkor igen, lehet benne, hogy hát akkor most nem sikerült annyira. De valamikor meg és az is szokatlan lehet, hogyha soha nem álltam ki magamért, és hirtelen megteszem, akkor ugye abszolút ott van, hogy jó, lehet, hogy nem kellett volna, mit fognak szólni. Szóval itt azért úgy egy tök sok önismeretet is ad, hogyha valaki elkezdi figyelni azt, hogy milyen érzések vannak benne, milyen szükségletek, megpróbálja másikét is megtippelni, amikor ugye fontos a kapcsolódás, de hogy ez soha nem fekete vagy fehér. Hát ugye itt most január 12-ét írunk, amikor éppen ez a beszélgetés készül 2023-ban. Tehát ugye igen, friss élmények vannak karácsonykor, igen. Karácsonyról. És ez egy karácsonykor, amikor mondjuk összejön a nagy család, akikkel mondjuk rosszabb esetben mondjuk fél évente, évente találkozol, akkor ugye ott előfordulnak ilyen kérdések, és tökül össze is szoktad ezeket gyűjteni, hogy mikor van a gyerek, mikor lesz eskő, milyen a munka, sokat keresel, mi újságot tinderen. Hogy még egyedül vagy. Lehet-e már gratulálni? Mutasd a kezed, igen, tehát vannak ilyen hülyeségek, és ezért, erre talán tökéletes az erőszakmentes kommunikáció. Igen, tehát viszont ugye itt is attól függ, hogy kinek mondom el, mert hogyha mondjuk az anyukám, vagy a testvérem, akivel rendszeresen találkozom, és szeretném a viszonyt ugye ápolni, mert hogy gondolom ezért találkozunk amúgy ünnepekkor, akkor ott elő lehet venni, hogy egyrészt meg tudok állni egy pillanatra, hogy te most aggódsz értem, és hogy szeretnéd, hogy boldog legyek, és ezért kérdezed, hogy mikor lesz már gyerek, házasság, stb. Vagy azt is elmondhatom, hogy engem például nagyon sokan írták, hogy mondjuk megjegyzést tesznek arra, hogy milyen az arcbőrük. Tehát ugye amit szintén nem illik ugye a külsőre megjegyzést tenni. Protokoll kommunikáció tegnapi posztja. Igen. Én is tettem fel ezzel kapcsolatban kérdéssztorikban, hogy milyen megjegyzéseket kaptál már, vagy hallottál. Na és akkor, hogyha mondjuk egy ilyet mondanak, hogy jaj, kislányom, hogy néz ki az arcod, hogy néz ki a hajad, vagy nem akarsz lefogyni, meghízni, stb., akkor itt abszolút én azt gondolom, hogy van helye, hogy figyelj, amikor így ezt hallom tőled, hogy néz ki a bőröm, akkor ez egy nagyon, tehát hogy akkor inkább bezáródom, és nem, nincs kedvem beszélni veled, mert hogy ez nekem egy nagyon fájó pont, és nagyon bánt, és látom, hogy nézek ki, vagy látom, és mindent megteszek, és ez van. Szóval, hogy itt bele lehet menni mélységekbe, de ez attól is függ, tehát hogy
itt azért így nagyon meg kell figyelni, hogy a másik mondjuk készen áll-e arra, hogy ő befogadja. Tehát, hogy sokszor van ilyen, hogy mondjuk hazamegyünk a párunkhoz, és akkor ráöntesz mindent, hogy figyelj, akkor én most így érzem magam, erre van szükségem, és szerintem, de hogyha ő nincsen befogadóképes állapotban, akkor hiába mondom, hogy én na hűde asszertív vagyok, és erőszakmentesen kommunikálok, valójában így őt nem veszem figyelembe. Aha. Úgyhogy... Igen, meg kialakulnak, visszakanyarodva egy kicsit a családi beszélgetésekre, meg a karácsonyfa alá, a begli mellé, hogy ilyen családi perpatvarok és pingpong meccsek alakulnak ilyenkor, és tényleg ez egy kis mutató lehet, vagy segítség arra, hogy nem kell felhúzni magunkat, igen, a nagymama mindig ugyanazokat fogja kérdezni, nem is biztos, hogy gondolja azt át, hanem egész egyszerűen csak egyébként szerintem nem gyűlöletből, hanem szeretetből persze mondja ezeket, persze, csak nem jól kommunikálhat. Gondoljunk bele, hogy mondjuk 100 éve, vagy mit tudom, 60 éve, hát szó nem volt ilyesmiről. Örüljünk, hogyha egyáltalán azóta már beszélgetnek ezek az emberek, és akkor ilyenkor nem tudsz mit válaszolni, mert támadva érzed magad. Hát mit csinálsz? Visszatámadsz. Igen, és hogy erre tényleg abszolút szuper a módszer, hogy akkor meg tudok állni, és belegondolok az ő helyzetébe, pont ahogy mondtad, hogy ő szeret engem, jobb esetben most igen, azokról beszélünk, az ilyen szerető családokról, ahol nem, ahol tényleg rosszat akarnak, mert sajnos ilyen is van, erre is van példa, de pont egy nagyon kedves barátnőm mesélt, hogy hazajött az ünnepekre külföldről, és akkor a nagymama, aki azt hiszem 100 éves elmúlt, tehát hogy ő tényleg teljesen más időkben nőtt fel, akkor így, de hogy ő mindenkinek ugye valami kis megjegyzést azért oda tesz, de ő mondta, hogy jaj, kislányom, úgy szeretném látni, hogy révbe érsz már, ugye ő ez alatt a férj, gyerek, családra gondolt, és akkor a barátnő mondta neki, hogy hát én, mama, én nekem mást jelent a révbeérés, és akkor a nagymamája erre így nem. Tehát, hogy ugye ez nem egy vitát generált. Igen. Igen. De hogy pont ez, hogy nem megy bele, hogy de miért ezt mondani? Mert tudod, hogy jó, ő így fejezi ki a törődését. Van egy olyan hálátlan kérdésem, hogy mi van azzal a típus kérdéssel, vagy helyzettel, amikor valakinek ugye kellemetlen szájszaga van. És azért itt az emberek szeretik kerülgetni a forró kását, és nem szokták ezt elmondani, mert hogy tök kellemetlen elmondani a másiknak, hogy figyelj, bűz lesz. És hogyan lehet ezt szerinted jól megközelíteni, ezt a témát, mert hogy ha valakinek ugye kellemetlen szájszaga van, akkor igenis fel kellene hívni a figyelmét erre a problémára, hogy a higiéniájával jobban foglalkozzon, elmenjen orvoshoz, stb., hiszen ő azt nem érzi, viszont körülötte mindenki, igen? Hát én éreztem és értettem a jelzést, én fogadmostam a szünetben, csak mindenkit megnyugtatnék. Én is. De komolyra fordítva a szót. Igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet szerintem, és tehát egyrészt, hogyha valakinek kellemetlen a szaga, ezt hogy kommunikáljuk, együtt dolgozunk vele, vagy nap, mindnap látjuk. Én itt kezdeném azzal, hogy milyen viszonyban vagyunk vele. Mert hát most így lehet azt nézni, hogy ha a főnökünk, akkor ugye most mondjuk neki, vagy jó, nem. Igen. Vagy egy olyan kollégánk, akivel jobban vagyunk. Tehát szerintem lehet ezt ott kezdeni, hogy rágót kínálunk. És erre is már megint csak itt a protokoll kommunikáció ugrott be, hogy azt hiszem van egy ilyen posztja, hogyha a rágóval kínálnak, fogadjuk el, ki tudja miért kínálgatják. Ugye egyrészt lehet egy ilyen, hogy mondjuk mindig megkínáljuk valami cukorkával, mentolos cukorral, rágóval. És akkor most vagy rákérdezsz, hogy figyelj, büdös a szám, és akkor azt mondhatjuk, hogy hát, hogy én úgy érzem, hogy kicsit kellemetlen, vagy igen, tehát, hogy vannak, akik nagyon egyszerűen meg tudják fogalmazni azt, hogy fél az utóbbi két hétben, mondjuk igen, hogyha ilyen MK-san szeretnénk megfogalmazni, ugye itt van egy ilyen kritikamentes megfigyelés, ami nem azt mondom, nem minősítem a másikat, tehát nem azt mondom, hogy hú, de rohadt büdös vagy, hanem hogy az utóbbi két hétben én azt éreztem, hogy tehát, hogy számomra nem tudom, kellemetlen volt a szájszagod. Tehát vagy... a problémára a fókuszálunk, nem pedig a személyes oldalára. Igen, igen, vagy hogy konkrétan mondjuk elmondom, hogy minden alkalommal, amikor találkoztunk, akkor én azt éreztem, hogy... Uh-huh. És lehet, hogy mondjuk éppen mindig úgy találkoztunk, hogy előtte kávézott és nem mosott fogat, vagy bármi, de mondjuk szerintem családban, meg nyilván egy ilyen szűk baráti körben, ott abszolút meg lehet kérdezni, hogy
most elfogad? Nem, hogy ne haragudj, hogy nagyon kellemetlen ez, de hogy pont tényleg ez ugye jelenthet akár cukorbetegséget, aha, vagy mondjuk tényleg lehet, hogy csak régen volt fogorvosnál, és nem tisztítatta le a fogait, vagy ő nem törődik annyit a szájhigiéniával, de simán lehet, hogy van egy rossz foga, amit csak meg kellene csináltatni, és akkor utána szuper. Úgyhogy én itt mindig azt mondom, hogy mennyire szoros a viszony, hogyha jóban vagyunk, akkor mindenképp négy szem közt, tehát hogy senki ne hallja rajtunk kívül. Ez ugye nagyon fontos. Uh-huh. Fel lehet ezt hozni, hogy én ezt éreztem, és nem tudom, hogy esetleg más is jelzette ezzel kapcsolatban, de... Pedig pont ez a négy szem közti dolog, én nekem az a tapasztalásom, hogy sokszor egy ilyen hasonló szituációkban félünk egyedül, ez inkább nagy plénum előtt tesszük ezt, hát ha megerősítenek a többiek is. Hát ez borzasztó. Nagyon megalázó tud lenni, nagyon kellemetlen, és hogy persze ne úgy, hogy figyelj, beszéljünk munka után, gyere, üljünk félre, hanem amikor épp úgy van, hogy kettesben maradunk, vagy előjön valami téma, úgyhogy, de például pont volt egy ilyen kérdéskör egyszer, és emlékszem, hogy valaki azt válaszolta a sztoriban, hogy volt egy kollégájuk, akinek mindig izzadságszaga volt, és egy év telt el, mire végre valaki szólt neki, talán mondjuk a főnöke, tehát hogy itt ugye, hogyha van egy pozíció, akkor jobban szólhatsz, hogy figyelj így, nem tudom, nézd meg, menj el orvoshoz, vagy most fogad többször, vagy bármi, vagy esetleg cserélj minden nap tiszta ruhát, és akkor ez az adott kolléga, ez az, lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű. Igen, ez a baj. Aki fordítást nem ér. Igen, jogos. Fúj, miért? Figyelj, hall az ember dolgokat. Igen, de hogy akkor az adott kolléga mondta, hogy ja, jó, és a másnaptól ő már nem volt izzadságszagú. Szóval, hogy... És akkor egy évig szenvedett mindenki az irodában. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és igen, én egyébként inkább így elkerülöm ezt a dolgot, vagy tényleg ez a rágókínálás, vagy egyebekhez folyamodom, de van az a helyzet, amikor már látod mondjuk egy vezetőként, hogy ez így mindenkit szavar esetleg. Vagy mondjuk tényleg... ha egy orvos, és akkor ugye a páciensekkel van, akkor ott szintén megint ez egy probléma. Tehát, hogy... Igen, és felmerül nyilván a kérdés, hogy te is mondod, hogy te így gondolod, te úgy gondolod, de ki is vagy te pontosan ebben a történetben? Miért is kezdődött el ez az egész? Ugye Virovec Anna, általános iskola, gimnázium, egyetem, hogy keveredtünk az kedves idegenig? Hát most akkor kezdjem a kályhátban. Csak amit fellibbentenél magadról. Jó, én Budapesten születtem, itt éltem, itt ide jártam iskolába, és a Corvinuson végeztem turizmus vendéglátás szakon, úgyhogy én utána is kezdtem a turizmusban dolgozni. Több területen, tehát voltam szállodában, kezdtem, aztán ilyen szállásfoglalós oldalon, nekem az angol mellett a spanyol a másik nyelvem, úgyhogy az egyetem alatt voltam fél évet Peruban, és ez abszolút így meghozta az ilyen Latin-Amerika iránti szerelmemet, mondhatjuk így, úgyhogy mindig törekedtem, hogy a spanyol tudjam használni. És akkor így a turizmuson belül ugye jöttem, mentem mindenféle pozícióban, most ismét szállodában vagyok, amit nagyon, nagyon élvezek. És ott mit csinálsz, ha meg lehet kérdezni? Igen, csoportokat és rendezvényeket tehát egy Groups and Events Sales Manager a pozíció neve, ami azt jelenti, hogy akár egy kisebb csoporttal is foglalkozom, vagy egy nagy konferenciával, többnapos rendezvényel, tehát hogy amire van igény. Na hát innen azért egy nagy lépés az erőszakmentes kommunikáció. Hát meg az online ismerkedéssel való foglalkozás. Hát lehet, hogy elsőre így tűnik, viszont mivel ugye a szállodában vagy a turizmusban a kommunikáción rengeteg minden áll vagy bukik, ugye annyira nem is. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogyha én mondjuk egy vendéget meg tudok hallgatni empátiával, vagy a kollégámat, és nem az van egyből, hogy azt gondolom, hogy jaj, mennyire hülye, akkor, mert hogy, tehát és sajnos ugye ez az embernek így az első reakciója, akár van egy ilyen kritikus gondolat, ami hát úgy jól jön, aztán akkor ezt így elengedjük, és tehát ő nagyon sokat segít, és hogy nekem is például onnan, hogy én nekem így igazából az volt mindig is, hogy nagyon magamban tartottam
a problémáimat, tehát hogy az ilyen konfliktus helyzeteket szerettem elkerülni, egyébként most nem élvezem a konfliktust, ez nem. Félreértés. Nem vagy konfrontatív jellegű személyiség? Nem szeretem, nagyon kellemetlennek érzem, de most már, amikor van egy olyan pont, például akár a munkahelyemen, vagy a barátokkal, hogy tudom, hogy ez nekem nagyon rossz volt, és hogy én ezt így nem tudom, és már ismerem annyira magamat, hogyha én ezt most nem hozom fel, akkor hetekig ezen fogom menni magam. És arra az emberre másképpen nézek, és úgyhogy tényleg volt konkrétan ilyen helyzet, hogy jó, egy megbeszélés után akkor kettesben maradtunk, és akkor én elmondtam neki, hogy figyelj, így meg úgy, és azóta tök jóba vagyunk, és tök jó az együttműködésünk is, úgyhogy ennek nagyon sok területen van iszonyú jó hatása. Milyen jó, hogy ez magát a erőszakmentes kommunikációt is ugye gyakorlatilag csak az előnyünkre tudjuk akkor fordítani. Igen. Igen, egyedül akkor nem, hogyha ezt az empatizálást túlzásba visszük olyannyira, hogy magunkkal nem empatizálunk. Ó, igen, ez ott van a következő kérdés, hogy itt azért nagyon könnyen át lehet esni a ló túloldalára. Talán ez a legnehezebb, ez a magunkkal szembeni empátia. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ez háttérbe szorul a mai világban. Mindenki pörög, csinálja a dolgát, feladatok vannak, magunk felé még több feladat. Igen. Empatizálják magamban, mi van? Igen, és hogy kezd onnan, hogy milyen belső monológokat futtatunk magunkban. Tehát, hogy hányszor, például az előbb hallottam tőled egy ilyet, hogy mert kellett futni, ugye? És hogy, na ezt hogy fordítsuk át? Hogy nem azt mondom, hogy jaj, ma el kell mennem futni, hanem ma elmegyek futni, mert fontos nekem, hogy jó egészségem legyen. Igen. Vagy mert tudom, hogy utána tök friss leszek, és most nagyon nehéz rászánni magam, de utána tök jó lesz, vagy már közben is élvezem. Szóval ezeket a belső ilyen önostorozásokat, vagy ócsárolásokat is nagyon jól le lehet állítani, hogyha odafigyelünk, hogy most miért csinálom ezt, mi itt a szükségletem? Hát azért. Szuper. És ugye azt hiszem, hogy pattanjunk is tovább itt arra, hogy hát senki sem szeret magányosan élni, és egy lehetőség az, hogy hát mondjuk használunk különböző randiappeket. Ne beszélj itt a többség nevében, én nagyon szeretek egyedül lenni. Inkább vagyok egyedül, mint egy rossz kapcsolatban. Ezt aláírom, de azért nem jó egyedül lenni, szerintem ezzel egyetértetünk. Ez nem feltétlenül párkapcsolatot jelent, hanem egy baráttal is jó itt együtt lenni. A társas magány, amiről beszélsz, ez egy jó nagy téma, majd belevágunk majd egyszer úgyis, majd egy másik adás alkalmával, de igen, tehát itt akkor az ismerkedés azért a randi appok, mert azért a kedves idegen felületén nagyon sok ilyen, hát vicces, meg néha szemnyitogató, meg néha borzasztó történetek keringenek, ugye, arról, hogy miket lehet tapasztalni ebben az online ismerkedési térben. Igen. Hálátlan a kérdés, mert ugye itt ebben azt kéne kihozni, hogy a kérdés, hogy mit gondolsz erről az egészről, mármint a randi appokról. Működnek, nem működnek? Mi a tapasztalásod? Hát gondolom mindenki kipróbálta, te is gondolom, ha foglalkozol vele, azért látsz vele. Igen, de közben ugye épp itt jön az ellentmondás, ami azért magyarázatot követel. Ugye, hogy van neked is talán több is, de egy biztosan posztod, ami ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy hogyan válunk tök függővé a randi appoktól. Igen. Úgyhogy működik, nem működik, erre röviden azt válaszolom, hogy van, akinek működik, ismerek olyanokat személyesen is, akik az első randi már azzal találkoztak, akivel aztán férj, gyerek, minden happy, de van olyan is, akinek meg nagyon rossz tapasztalatai vannak. És pont most hallgattam egy újabb podcastet arról, hogy a Tinder hogy alakult, meg hogy mi az a jobbra-balra húzogatás, ez annak idején, hiszen már mennyi 10 éves a Tinder, tehát annak idején ez egy nagyon formabontó dolog volt, és úgy indult ki az egész, akkor ugye asztali társkeresők voltak, tehát a gép elé leültél, és úgy. És hogy az volt a gondolat, hogy mondjuk egy kampuszon az egyik kezedben a kávé, és a másikban a telefonod. Tehát és például akkor az egyetemen két előadás között. Igen, vagy ugye már alatt, és hogy gyakorlatilag a hüvelyk ujjaddal tudsz randiapozni. Nem kell hosszú oldalakat kitölteni, kérdésekre válaszolni. Tehát innen indult az egész, és hogy egy ilyen szilícium völgyből fejlődött, ugye a motiváció az volt, hogy minél többen kapjanak rá, minél többen használják, minél többször. És tehát, hogy és elhangzik egy mondat ebben a podcastban, ami szerintem fantasztikus, hogy a Tinder nem szerelmet ígér, hanem meccseket. És hogy akkor itt jön ez a dopamin löket, ami mint a szerencsejátéknál, és hogy mindig ott van benned, hogy mindig van jobb lehetőség, és hogy már nem is, tehát hogy már nem attól jön a dopamin, hogy
hogy meccsed van, hanem a lehetőségtől. Szóval így alakul ez az addikció. Aki esetleg nem tudja, a meccs az azt jelenti ebben a randi app helyzetben, hogy én is úgy gondolom, hogy szimpatikus nekem, és abba az irányba húzom, ami pipát jelent, mondjuk nem az, hogy többet nem akarom látni, és ő is az én képemre ugyanez dönti, hogy ez a meccselés kvázi közös hang lenne. És közben meg itt ugye szerintem be is jön akkor az alapja az egésznek, amit mondasz, hogy azért, tehát hogy ugye ahhoz, hogy kiszűrjük ugye a társkeresésben a nem kívánatos dolgokat, ugye már eleve igazat kellene mondanunk. Márpedig azért, lássuk be, egy online felületen ott mindenki vetít. Tehát, hogy azért... Hát, mindesetre lehet könnyedebben, mint személyesen, ez biztos. Hát gondolj bele, azért az már önmagával vetítés, hogy milyen képeket raksz fel. Tehát az, hogy ilyen-olyan szögből van, és az lehet, hogy te úgy látod magadat, de lehet, hogy amúgy a valóságban tökre máshogy nézel ki. És erről persze. Soha nem lesz egy objektív oldal, hogy akkor valójában te hogy nézel ki, mert te saját szubjektíven felrakod, és az lehet, hogy agyon van photoshoppolva, lehet, hogy egyáltalán nem, de élőben már más hatást keltesz, mint mondjuk a fotókon. Igen. Gondolok itt arra például, hogy van, akinek mondjuk tök ápolatlan a foga, és nem mosolyog, nincs fogas mosoly kint, és akkor beleképzeled, hogy hú, hát milyen szép mosoly van, aztán élőben találkoztok, és hiányzik egy-két foga. Igen. Fura. Nekem volt olyan idő, hogy úgy döntöttem, hogy akinek nem látom a fogát, azt nem fogom jobbra húzni. Mert hogy mondjuk tudom magamról, hogy igen, nekem ez egy ilyen fontos kérdés, és hogy annyira kellemetlen, hogyha ott kiderül ki, és akkor ott így végig feszengünk, de hogy az ember csinált magának kritériumokat, hogy mi az, tehát hogy nézzen a kamerába, ne legyen, tehát ő nagyon sokan napszemüvegben, vagy sapkában, vagy elfordul, vagy háttal, tehát ugye lehet ezért magunknak felállítani szűrőrendszereket, hogy kit húzol jobbra. Akkor van ez a mód, hogy ugye tudod magad igazolni, hogy tényleg te vagy a képeken, és akkor megjelenik egy pipa a profilod mellett, de az tény, hogy mivel amíg nem találkozunk, addig nagyon sok mindent lehet mondani. Igen, és azért én erre mondom azt, hogy azért nagyon komoly milliók, dollármilliók vannak ezeknél az appok mögött, és most nem csak a Tinderről beszélek, többiről is, ami arra van, arra fordítják fejlesztésként, hogy minél inkább függővé váljál. Igen, és ez rettenetes szerintem, hogy arra nem is beszélve, hogy amúgy időpocsikolás, így utána néztem egy-két statisztikának, és képzeljétek el, a statisztikák azt mondják, hogy 30 ezer meccsből egy lesz az, aminél kettő randi lesz. Kettőnél van több. Hát ez nem egy kielégítő nagyon szám. Durva. Nagyon durva. De természetesen azt se kell egy ilyen applikációtól mondjuk elvitatni, hogy tényleg vannak szerencsés véletlenek. Így az, kérdés, így hogy ez a szerencsés véletlen az app nélkül megvalósult-e volna? Lehet, hogy nem. Akkor pedig lehet, hogy jó. Igen. Ki meg, tudja. Meg ami még tényleg így talán jó tudatosítani, hogy azáltal, hogy már nem így az ismerőségi körünkben ismerkedünk, hanem bárkivel gyakorlatilag, azzal sokkal könnyebb mondjuk ghostingolni, tehát ugye eltűnni minden szó nélkül, vagy úgy viselkedni, hogy ennek nincs következménye. Tehát, hogy már nem kell odaállni a testvérünk elé, aki bemutatott annak az illetőnek, és majd mondja, hogy viselkedhettél így, most azonnal hív fel, és mondd meg neki. Hát pedig most mentek szét a Gabika meg a Petike, hogy a Petika az egy nagyon rendes gyerek. Én összehozlak titeket Anna a Petikével, nem? Hányszor van ez is? Nem biztos, hogy olyan jó. Lehet, hogy ez a változat, hogy ez teljesen... komoly pol most Anna meg a Peti. Nem tudom. Ja, ez egy mese? Anna Peti Gergő. Nem, akkor a Tibike. Nem tudom. Na szép. Tehát mondjuk arra jó lehet, hogy tényleg ki lehet ebből nyitni a szűk körből, nem? Igen, ami jó is, az akár rossz is lehet. Tehát én nem tudom, tényleg azt gondolom, hogy akinek van kedve, próbálja ki, nézze meg, hogy alakulnak-e belőle olyan randik, és hogy minél előbb találkozzunk a másikkal, ne ringassuk magunkat illúziókba, mert nagyon könnyű az elején, hogy úristen, hát van néhány kép, ami helyes, szép, és akkor még jó fej is, de nem hallottuk a hangját, nem érezzük ugye a másik kisugárzását, az illatát, tehát az még mind csak egy illúzió fejünkben. Így igaz. Igen. Sajnos az idő szűkében vagyunk, úgyhogy itt most le kell kerekítsük a témát, de még nagyon sok van benne, hogy visszavárunk majd valamelyik reggel. Feltétlenül. A következő hetekben meg egy csomó-csomó dologról kell beszélnünk, viszont van nekünk itt egy szokásunk, hogy a beszédesebb kedves vendégeinkkel húzatunk egy lapot a körvonalból, úgyhogy most is gyorsan elővesszük itt a paklét, és akkor kérlek, Anna, húzz egyet így szépen.
leginkább mondjuk a tetejével. De amúgy nyugodtan, de nyugodtan belenyúlhatsz a közepébe is, de nem arról van szó. Nézzük meg, hogy mit húztál, mi a olvasd fel kell hangosan. Mi az elismerésre méltóbb, ha valaki kitalálja, vagy ha valaki megcsinálja? Okay. Kedves idegennél mind a kettő megvalósul. Hát a kettő együtt, szerintem. Igen, nincs az egyik a másik nélkül, én ezt gondolom. Valóban? Mondjuk, hogy olyan esetben, amikor valaki kitalálja. Jó, hogyha ellopod az ötletét? Nem, hogy szólt a kérdés? Hogy mi az elismerésre méltóbb? Ha valaki kitalálja, vagy ha valaki megcsinálja. Uh-huh. Hát mondjuk egy kreatív folyamatban elképzelhető, hogy valaki ugye, valakire kipattan az ihlet, és akkor vannak megvalósítók, vagy végrehajtók, úgymond. Én például inkább végrehajtónak tartom magamat, és kevésbé kreatívnak, de hogy melyik a elismerés, a méltó, hát ez egy nagyon hálátlan kérdés. Bocs. Remélem nem célzás van benne, mert egyébként... Nem. De véletlen volt ez a tetején, tehát én nem én raktam oda a félrejét, és ne essék, esküszöm, hogy nem erről van szó. Szóval ezért is érdekes, hogy pont jó, hogy húztad igen, ezt. Igen, mert nekem nagyon sok ötletem szokott lenni, igen? És inkább az a nehéz, hogy na jó, akkor válaszok egyet, amin elindulok, és amit csinálok. Uh-huh. Úgyhogy igen, szerintem ez egy típus, tehát vannak, akiknek így folyton kipattog a fejéből mindig minden, de elkezdeni nehéz, és utána vinni, de az, annak örülök, hogy a kedves idegent elkezdtem, és hogy ugyanúgy élvezem csinálni. Uh-huh. Úgyhogy itt, igen, de nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy elismerésre méltóbb az egyik. Uh-huh. Ti mit gondoltok? Jó kérdés. Hát szerintem ez helyzetfüggő, hogy mondjuk egy olyan helyzetben, amikor mondjuk egy olyan ember találja ki, bármiről van szó, egy üzletet, ami, és nincsen abban a helyzetben, hogy ő meg is tudja azt cselekedni, de mondjuk egy nagyon nemes és szép dolgot talált ki, amit valaki aztán meg tudott helyette más csinálni. Itt szerintem sincsen olyan, hogy melyik a tiszteletre méltóbb. Hogyha a kettő együtt van, az szerintem az a legtiszteletre méltóbb, hogy kitaláltad, meg tudod csinálni, és meg is csináltad, tehát hogy a lehetőséged megvan, és éltél vele. De amikor a kettő külön van véve, akkor ott szerintem nincsen. Hát szerintem az nagyon-nagyon fontos megjegyezni, talán kiegészítendőként ezeket a gondolatokat, hogy mind a kettőre iszonyatosan nagy szükség van. Tehát szerintem nem lehet itt dobogót állítani, hogy akkor az egyik jobb, igen, vagy másik. Meg egyébként, hogyha ez nem kéz a kézben jár, hanem is csak egy személyben, hanem mondjuk kettőben, akkor nincs miről beszélni, mert nem valósult meg semmi. Nem? Igen. Annak a zárszóként mit mondanál arra vonatkozóan, hogy az erőszakmentes kommunikációnak ma hol van helye? Mindenhol. Zárszóként. De viccet félretéve tényleg, tehát hogy kezdve a magánéletünk, tehát párkapcsolat, család, munkahely, az, hogy az utcán, hogy szólunk egymáshoz, mennyire figyelünk egymásra, és hogy saját magunkért hogy tudunk kiállni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki megismeri ezt a módszert, és kicsit átkattan a szemléletmódja, ott már történt valami, és akkor természetesen a tréningeken csomó olyan feladat van, gyakorlat, amivel ezt lehet mélyíteni, és hogyha valaki rendszeresen foglalkozik vele, akkor tud úgy igazán beépülni. De ha már valaki járt egy tréningen, vagy elolvasta a Marshall Rosenbergnek a könyvét, és csak egyszer eszébe jut, és jobban szól a másikhoz, már akkor megérte. Tökéletes zárszó. Úgyhogy annak köszönjük szépen, hogy itt voltál, és várunk vissza legközelebb. Köszönöm szépen én is a meghívást, és örülök, hogy veletek kezdtem itt a reggelt.